A síelés és a snowboardozás a legkedveltebb téli sportok közé tartoznak, jellegükből adódóan azonban balesetveszélyes tevékenységek. Mivel a síelés nagy magaslatokban és télen folyik, az időjárás is igen szeszélyes lehet. Lehet ragyogóan napos, de keservesen hideg is, mindemellett a körülmények is hirtelen változhatnak egyik lejtőről a másikra, illetve egyik óráról a másikra. Ezért fontos, hogy fel legyen készülve a síző is minden változásra, megfelelő öltözetben legyen, és ne vágjon neki a sízésnek betegen. Bogdán sí- és szabadidőközpontban vagyunk jelenleg. Pár szóba elmondanám azt, elsősorban, amikor a síző elindul otthonról, hogy mit is jelent ez sízés szempontjából, meg snowboardozás szempontjából. Az első dolog ugye, amikor elindulunk, nagyjából az ember már lássa, hogy milyen időjárás van kint. Ennek megfelelően az öltözet, az kötelező. Ha hideg van, ugye jobban felöltözni, odafigyelni kesztyűre, odafigyelni sapkákra, odafigyelni alsó ruházatra. Ezután mehetünk, ugye, ahogy megérkezünk a pályára. Tehát nagyon sokan abba a tévedésbe esnek, hogy az első ital az egy meleg bor legyen. Ne inkább legyen egy kávé, vagy legyen egy meleg tea, mert nem ismerjük még a pályáknak a minőségét. Tehát legelőször megérkezünk, az lenne az első, hogy bejárjuk a pályákat. Ugye bár ezt követően az egészséges megérkezés, tehát nem alkoholos állapotban, nem valamilyen otthonról elhozott betegség, nem a gripára értem, egy fejfájás, egy bármi, ami nem normális a testnek. Ezután ugye, mielőtt nekifognánk, persze egy rövid bemelegítés nagyon szükséges mindenkinek. Tehát kezdve a karoktól nyak, derék, térdek, ugye legtöbbet a térd meg a törzs mozog a síelésben, meg a snowboardozással együtt. Síelés közben durva, súlyos, akár életveszélyes sérülést is lehet szenvedni. Nem beszélve arról, hogy számos kisebbet is, ami amellett, hogy kellemetlen, simán elronthat egy jó kis telelést. Mint minden sportágnál, a síelésnél is fontos a bemelegítés, ráadásul itt még komolyabb szerepe van a mozgás előtti tevékenységnek. Egyrészt azért, mert a hideg környezetben izmaink nehezebben lendülnek munkába, másfelül azért, mert szervezetünk és testünk komoly terhelésnek van kitéve. A technika megfelelő elsajátítása a szórakozás fokozása mellett a biztonság szempontjából is fontos, illetve maga a síléc és bakancs állapotára is oda kell figyelni. Sílécek beállítása. Ugye minden egyes emberkének a legfontosabb, hogy beállítsa a saját testsúlya után a síléceket. A legnormálisabb, ugye mindenki eldönti maga után, hogy kezdősíző vagy haladósíző. Egy haladósíző állíthassa a léceit a saját testsúlyára, vagy akár egy 10 kg-mal kevesebb. Egy kezdő pedig az mindenki figyeljen oda, hogy ha esik, akkor a léc nagyon könnyen kicsatolódjon. És akkor ugye rátérünk most már teljesen a sízésre vagy a snowboardozásra. Mindenki ugye alig várja, hogy már felüljön a felvonó és kipróbálja a pályákat. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy miután megnézte minden egyes pálya térképét érkezés előtt, érkezés után tulajdonképpen, fogjon neki és járja be a pályákat. Kezdje a kezdőpályával, a kékszintű pályával, menjen végig a síúton, nézze azt is körül, nem-e jeges, nincsenek-e sziklák kiállva, amiket ugye a pályaüzemeltetők nem biztos, hogy akaratuk ellenére nem tudnak kiküszöbölni. És akkor utána rátérhet arra a pályára, miután bejárta, amelyik az ő lábának, meg az ő testének a legközelebb fekvő. A legsúlyosabb sérülések sokszor a pályán való ütközésből adódnak. Síelés közben nagy sebességgel siklunk le a meredek lejtőkön, kerülgetve más síelőket, növényeket és egyéb mesterséges akadályokat. Attól függetlenül, hogy mennyire vagyunk jó síelők, esések mindig előfordulnak, jó néhány elég látványos formában, és az ütközések is elég gyakoriak. A síelés speciális abból a szempontból, hogy nem csak magunkra kell figyeljünk, és jó, ha hátul is van szemünk. Utóbbi persze csak képletesen értendő. A sípályákon vannak írt és iratlan szabályok, persze ezeket nem mindenki tartja be, de jól meghatározzák, hogy hogyan kell viselkednünk. A felülről jövőnek kell figyelni a többiekre, de ha megállunk vagy lassítunk,
Nekünk kell elsőbséget adnunk a mozgásban lévőknek. Az előzésnél fontos, hogy megfelelő távolságot tartsunk. Úgy, mint az autókázásban is, ez is egy pálya. Nem autópálya, nem autóút, hanem egy sípálya, síút. Ugyanúgy az előttünk levőre vigyázunk. Vigyázunk azokra, akik esetleg meg vannak pihenve, akár a pálya közepén, akár a pálya alján, vagy akár sorba állnak a felvonónál. Mindenkit arra kérek, hogy elővigyázatosan síeljen, snowboardozzon. A másik pedig a felvonózás. Most már arra is rátérünk, hiszen nagyon sokan kimennek a síútból, a sífelvonó útjából. Nagyon sokan elkezdnek, nem tudom, hogy miért, szórakozásból vagy pihenésből, és elkezdnek S-alakokat csinálni, ívelni a felvonó alatt. Ez annyiba hátrány, és annyiba nagyon-nagyon veszélyes, mivel hogy megtörténik az, hogy összeakad a visszajövő csákánnyal, ami ugye üresen jön, beleakad, és akkor csinál egy kellemetlenséget nem csak pályatulajdonosoknak, hanem a sorba várakozó sí tömegnek is. Mindenki azért fog állni, mert ő csinált egy hülyeséget. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Az üzemeltetőknek igen fontos, hogy vendégeik számára a lehető legnagyobb biztonságérzetet kínálják a pályákon. A pályák kialakításánál ez elsődleges szempont, de a sízők is oda kell figyeljenek. Ugye nagyon fontos üzemeltető szempontból, hogy maximális biztonságot nyújtsunk a sízőinknek, snowboardozóinknak. Tehát kezdeném a védőhálókkal, ugye minden egyes pálya szélén, még igazán a síúton is végig ki van hálózva a veszélyesebb kanyarok. A piros pálya mind a két felén szintén védőháló, hóágyukon, csatlakozókon, hidrántokon, mindenhol végig szivacsozott védőhálós rendszer van. Ugye ez nagyon fontos, mert sokszor az ember azért ütközik bármivel, vagy azért is esik ki, mert nem biztos magában. Tehát nem biztos abban, amit tud. És ezért muszáj az üzemeltetők arra gondoljanak, hogy lehet, hogy az a síző profi, de bármikor tévedhet. Úgyhogy rátérünk szintén a hálókra, hogy lehet látni a felvételen is, végig hálózva van, tehát bármilyen probléma adódik, és a síző kibillan a súlypontjából, rögtön a háló ott van a két szélén, és megfogja attól, hogy esetleg beessen egy szakadékba, vagy esetleg összeütközön egy másik emberkével. A másik nagyon fontos a sízőnek, hogy lassítson. Tehát amikor lássa az érkezést, lássa sorban az embereket, lassítson. Ez megint nagyon fontos, nagyon sokan használják ezt a nyílegyenes sízést. Nem látom értelmét. Sem szépsége, sem varázsa, semmilyen pozitív dolog nincsen abban, hogy eleresszük egyenesen, és az nem sízés. Tehát az nem sí. Azt lehet otthon csinálni a kertbe, vagy bárhol, de nem egy sípályán, ahol veszélyeztethetjük többi síző barátaink életét. Balesetek azonban könnyedén előfordulhatnak, annak ellenére is, hogy minden óvintézkedést megtesz az üzemeltető, a sízők pedig minden szabályt betartanak. Ha baleset fordul elő, akkor is van segítség, a Dancúrás Hegyi Mentő Szolgálat szakképzett hegyi mentői személyében. Ők a legtöbb sípályán jelen vannak, bármikor bevethetők. Be is mutatták, hogyan történik egy sérült ellátása, Elekes Huba el is magyarázza, mi hogyan történik mentéskor. Egy sípályás baleset szimulálást látunk, ami elég gyakori, úgy a kezdő, mint a haladó sízők között. A legnagyobb gondot az egymásra figyelés okozza. Ha jól látjuk, akkor elég sok síző megy el az elesett sérült mellett, annélkül, hogy rákérdezne, hogy segítségre szorul-e, mi történt. A sípályás felügyeletet látunk el, általában két hegyi mentő van, és járőrözünk a sípályákon folyamatosan. Így is megtörténik, hogy bizonyos időszakaszok kiesnek ezekből, így picit később vesszük észre. Itt egyik kollégánkat látjuk, aki érkezik a sérülthöz, felméri állapotát, igyekszik a síléceket lekapcsolni a lábáról, értesíti a kollégáját, hogy sérülés történt, mit észlelt, hozza az ákját. Az ákja egy olyan segédeszköz, amivel a sérültek szállítását oldjuk meg sípályán. Teknőnek lehet elképzelni négy karral, amit két hegyi mentő
tud a sérülttel leereszkedni a sípályán. A sérüléssel egy időben pedig értesítjük a 112 keresztül a mentőt, elmondva a balesetet szenvedőnek életkorát, mi történt vele. Azért, hogy még megoldjuk mi a baleset vagy sérülés rögzítését, ellátását, addig a mentő tudjon kijönni a sípályára, hogy ott tudjuk átadni. A másik lényeges momentum a terepet biztosítani, amit meg is tették a kollégák. Hozták az ákját, a képen láthatjuk, amiről az előbb beszéltem. Rögzítésre kerül a sérült, valószínűleg lábszár, törés vagy repedése van. Ezt majd a későbbi röntgenfelvételek orvosi ellátás folyamán az majd kiderül. Jelenleg rögzítjük, minimum két hegyi mentő szükségeltetik egy ilyen művelethez. Lényeges, a törött vagy sérült testrész a két ízülete rögzítése. Itt a lábszárt látjuk, ami automatikusan a boka és a térd fölötti rögzítését igényelteti. A rögzítő sín, amit látunk, az a talp és egészen a comb alá ér. Azért, hogy megakadályozzuk a láb oldalra, valamint le is fel mozgását. Amit látjuk, egész combjáig volt rögzítve. Sajnos fájdalomcsillapítókat nem adhatunk a jelen lévő protokollok szerint, csak orvosi adhat. Nagyon hideg időben pedig Sirius fóliával takarjuk be a sérültet, amire rájön az ákjának a külön védőhúzata is. Így elkerüljük a kihűlés veszélyét. Itt éppen az ákját, a sérültet viszik be a pálya aljában, ahol a mentő már várja, átadódik a mentőnek a sérült, és ezzel a mentési szakasz befejeződik. A Dancúrás hegyi mentőszolgálat állandó ügyeletet biztosít a Bogdán sí- és szabadidőközpontban. Mindig van szolgálat, amikor működik a sípálya, hiszen a biztonság a legfontosabb. Műsorunk támogatója az Erge Szakbolt.